Sziasztok! Ez a Pergamer a Hány Szavak csatornája, és a mai videóban a Kindle-ön olvasást fogjuk összehasonlítani a fizikai példányokkal. Ígértem, hogy most, hogy Kindle-ön van, és sokkal többet olvasok e-book formában, mint valaha, ezért csinálok róla egy videót. És bár nem olyan nagyon-nagyon sok ideje olvasok Kindle-ön, ugye tavaly óta, de azt gondoltam, hogy mindenképp érdemes róla beszélni, és ez a tok mágneses is felnyitja a Kindle-ömet, hogyha kinyitom, és hogyha kinyitom, akkor ha érintő képernyős, és beleérintek, akkor behozza a könyvtárat, és akkor itt most megnyitottam, a Ready Player van, ami olvasásra vár. Így néz ki, és akkor így lehet lapozni, mutatja alul, hogy hány százalék, szóval erről fogunk most beszélni. Lehet állítani a fényt, és mennyire legyen erős. Ezen kívül van rajta Wi-Fi. Átértékeltem azt, amit eddig az e-bookokról gondoltam. Úgyhogy most erről fogunk beszélni, mert ez azért érdekes, mert én mindig e-book ellenes voltam. Soha nem olvastam e-bookon. Egyszer nyertem egy e-book olvasót, ami igazából egy kis béna tablet volt, háttérvilágítással, csak e-book olvasónak volt eladva. Egy ilyen versmondó versenyen, vagy micsorán nyertem, és nagyon örültem neki, mert magamtól soha nem vettem volna. És akkor azt gondoltam, hogy hát akkor használni fogom, és egyébként logikus, bár az igaz, hogy a gimiben, a könyvtárba naponta jártunk, de hogy egyébként is logikus, hogy e-book olvasón is olvashattam volna, mivel akkor még nem volt annyira sok pénzem új könyveket venni. És akkor használtam, és egészen pontosan emlékszem, hogy az Éhezők viadala három részét úgy olvastam el, de amikor olvastam a másodikat, vagy a harmadikat, akkor az ágyon volt hagyva, és ugráltunk a kolibban a barátnőmmel, és rálépett, és összetörte. Utána úgy volt, hogy kifizeti, és hogy rendel egy ugyanolyat, de utána végül abban maradtunk, hogy csak kifizeti, és én abból a pénzből veszek egy másikat, és ekkor vettem a pocketbookomat, amit már többször láthattatok videóban, és már új gazdája van, és az azóta megvan. És nem is vágytam másikra, meg elég volt az, amit akkor használtam, és annyi pénzből vettem, amennyibe az eredeti került, ami egy nagyon béna e-book olvasó volt. És akkor ez a pocketbook azért volt nagyon jó, mert kicsi volt, mert ilyen olyan kijelzője volt, hogy átfolyatta a tintát, ezért papírszerű volt, és nem roncsolta a szemedet olvasásnál, viszont ez azt jelentette, hogy ugyanúgy este nem tudtál olvasni vele, mert meg kellett világítani, és ha megvilágítasz egy képernyőt, akkor ez vissza fog tükröződni, csak hát én akkor nagyon annak a pártia voltam, hogy minél inkább olyan legyen, mint egy könyv. Na most a Kindle is pontosan, hát ez nagyon nehéz átadni, de pont úgy néz ki, mint egy könyv, olyan a háttér, mint hogyha papír lenne, és vagy ez Kindle Paperwhite verzió, és így igazából a háttérvilágítás az nem vesz el semmit az élményből, sőt, az egyik legnagyobb előnye, amiért többet kezdtem el olvasni e-bookon, hogy van háttérvilágítás. Szóval volt ez a kis pocketbookom, ugye picike volt, és nagyon szerettem, mert igazából én nem használtam soha wifi-t, meg ilyesmit rajta, hanem nyomó gombos volt, azzal tudtad váltani az oldalakat. Én a gépemről áttöltöttem a kis e-bookot, általában ezek recenziós példányok voltak így előolvasásra, amiket azért volt nehéz olvasni ezzel a kis pocketbookkal, mert hatalmas nagy vízjel volt rajta, és az sokkal jobban kiemelte egy-egy oldal áttöltésénél, mint magát a szöveget. De hogy emiatt használtam főleg, más dolog miatt nem nagyon vettem elő, és amikor bejött ez az olvassunk e-book formában is dolog, akkor én nagyon ellene voltam, hogy miért is akarnék e-bookot olvasni a gépemen, vagy bárhol, amikor így is rossz a szemem, sok könyvnek rossz a szeme a számítógéptől, és nem pedig a papíron való olvasástól, mert ahhoz nekem szemüveget se kell használni, ezért én nem szerettem még több kijelzőt, nem szerettem volna még több kijelzőt az életembe. Az viszont igaz, hogy könnyebben lehetett volna cipelni ezeket, úgyhogy én nagyon-nagyon kevés e-bookot olvastam, és ugye az e-book az
hát viszonylag drága. Tehát van a könyv, ami hát most már valljuk be, hogy van jó pár ezer forint, és van az e-book, ami ilyen 2000 forinttal olcsóbb, vagy 3000 forinttal olcsóbb, nem tudom pontosan, de hogy emiatt, hogy az e-bookok megjelentek, nagyon-nagyon sok lett a kalózkodás és a kalóz oldal, ugye egy valaki megveszi, aztán felteszi az övét. Úgy szokták csinálni a kiadók, hogy amit te megvettél, annak van egy sajátos száma, rajta van esetleg a neved, tehát hogyha az kerül ki, akkor tudni fogják, hogy te terjeszteted el. De hát ugye mindenre van megoldás, ezt is le lehet szedni. És akkor, miután elterjedt nagyon ez az e-book terjesztés, ezért a kiadók elkezdtek egyre inkább elmenni ebből az irányból, hogy nem kell e-book, inkább a hangos könyv, de már most szerintem amúgy minden megjelenik e-bookban is, de a hangos könyvben is már egyre több és több jelenik meg magyarul, de angolul meg 100%, mert ott nagyon-nagyon ez van. Én hangos könyvet is hallgatok, e-bookot is, olvasok és fizikai példányt is, és azt is megértem, hogy valaki nem akarja rögtön a polcára a könyvet, mert hogy lehet, hogy nem fog annyira tetszeni, hogy akarsz belőle példányt. Na, de én mindig így jártam a könyvtárral is, azért jártam és járok keveset könyvtárba, mert elolvasom a jó könyvet, és utána a polcomon akarom tudni, nem visszavinni. Persze utána meg lehet venni, de én is sokkal nehezebben veszek meg egy olyan könyvet, amit már elolvastam, és ki tudja, mikor fogom megint, mint amit még egyszer sem olvastam el. Ugyanígy, ha valami megvan e-bookban, én azt nem számolom a magánykönyvtáramba, én azt nem számolom sehova, csak úgy, hogy elolvastam, kész. Nem is e-booknak szoktam jelölni olvasásnál sem, de ha abból nincs fizikai példányom, az talán nem fáj annyira, mert elérhető itt, de igen, akkor is volt már olyan, hogy miért ebbe olvastam el, miért nem egy könyvformátumban. Úgyhogy ezért én mindig ragaszkodtam a fizikai példányhoz. Ugye a fizikai példánynak más tulajdonsága is van, szép, a polcra lehet tenni, jobban lehet benne keresni, tehát simán előre lapozhatsz. Ha van benne tartalomjegyzék, az sokkal könnyebb megnézni, az illata sokkal-sokkal jobb. Szóval én abszolút mindent a fizikai példány oldalára helyezek, nekem mindenféle előnye sokkal jobban tetszik, mint az e-booknak. És akkor a kérdés, hogy miért olvasok mégis e-bookon? Egyrészt azért, mert a Kindle-nel sokkal könnyebb, mint a Pocketbook-kal volt. Én azt is szerettem, de azt éreztem már egy idő után, hogy szintet kell lépjek, mert idegesít, hogy azon kell olvassak, hogy kisebb kijelzőjű is volt, meg egy kicsit lassabb is volt. Itt ugye, mivel a kezemmel irányítom, ezért nem kell sokat várni semmire, és erre, az, hogy hány könyv fér rá, mindegyikre körülbelül végtelen, úgy sem tudod kihasználni, de hogy úgy voltam vele igazából, hogy jó lenne egy olyan, aminél kevesebbet kell figyelnem a formátumra. Mert hogy az sem mindegy, hogy milyen formátumban van meg egy adott könyv, ugye többféle formátumban, van, amit nem úgy tölt be, nem jól tölt be. És például a Pocketbookomon mindig állítanom kellett a nézetet, a margókat, hogy tökéletesen rámenjen az oldalra az adott szöveg. Ezt persze meg lehetett valósítani, a Kindle-nél pedig, hogyha nem a megfelelő méret, vagy file, mondjuk mit tudom én, PDF esetleg, és nem pedig valami olyan, ami Kindle-re való, akkor minden oldalt így vissza kell húznod, vagy húzgálnod kell, mert ezt nem tudja így kezelni. Úgyhogy ezt is figyelni kell a Kindle-nél, illetve a Kindle-nél egyébként hátrány számomra nem lehet csak úgy ráhúzni fájlokat, hanem egy programmal kell, mert hogy ez ugye Amazonos, az Amazon program van rajta, azt hiszem, így alapból azt hozza be nekem, tehát olyan szempontból nehézkes, hogy alapvetően behozza a beregisztrált felhasználódat, és itt az Amazonon tudsz te vásárolni, meg ennek a Kindle oldalon, meg nem tudom milyen oldalak vannak egyébként, de angolul. Tehát, hogy alapvetően, ha itt rögtön akarnál egy könyvet, azt nem tudnád megcsinálni magyar felületen. Dark mód is van belőle, világos mód, repülőgép mód is van benne, szóval én nagyon-nagyon elégedett vagyok. De itt például behozza nekem hangos könyvemet Audible-ről, amit letöltöttem, ami jó, mert egyébként lehet rajta hangos könyvet hallgatni úgy, hogyha csatlakoztatod egy külső hangszóróhoz, ami nekem tetszik, még nem próbáltam, de fogom, de hogy nehézkesebb átrakni rá a magyar e-bookokat,
Persze nem tartás se sok időbe, csak én például megszenvedtem vele, mert semmiképp nem akartam megjeleníteni, aztán rájöttem, hogy ez programmal kell. De hogy az a lényeg, hogy mindenképp regisztrálva kell legyél az ő felületükre ahhoz, hogy létre tudjál hozni egy felhasználót. És emiatt utána folyamatosan itt reklámokat dobál fel, pedig eddig ilyen szép háttér volt, de most már reklámokat dobál fel, miután bejelentkeztem, és ez csak előfizetéssel lehet kiállítani, mert van rá más megoldás is, de például engem ez egy kicsit zavar, mondjuk amióta tok van rajta annyira nem, mert úgyse ezt látom, amint bekapcsolom, és úgyis rögtön felnyitom. Szóval még ez hátrány. Ezen kívül meg minden nagyon pozitív vele kapcsolatban, sokkal könnyebb olvasni vele este. Például nagyon hasznos, és a férjem is megjegyezte, hogy mennyire jó, hogy nem kell felkapcsolni a villanyt, miközben ő meccset néz, hanem csak beülök mellé a Kindle-lel, és nekem a háttérvilágítás tökéletesen elég ahhoz, hogy tudjak olvasni a sötétben. Ez a legeslegnagyobb előnye, ezt egy könyv nem fogja tudni megadni, illetve természetesen van rajta fordító, tehát hogyha angol szöveget olvasok, akkor ki lehet jelölni szót, meg lehet nézni, hogy mit jelent. Van rajta jelölés, könyvjelző is, szerintem kijelölés is, szóval rengeteg opció van magával a szöveggel, úgyhogy ilyen szempontból is előnyös, tehát biztosan akinek van valamilyen e-book olvasója, az már tapasztalta ezeket a pozitív előnyöket, és nagyon szeretem, hogy ott a sarokban jelöli, hogy hány százalékot olvastál el. Azt is be lehet állítani egyébként, mielőtt kérdeznétek, hogy ne lehessen hozzanyúlni a képernyőhöz, és fel is lehet oldani. Ugye ezen nincsenek gombok, csak itt a bekapcsoló gomb, és csak az a lyuk van, amivel töltöd az e-bookot. Az a másik dolog, hogy most 80%-on van, de nagyon-nagyon-nagyon sokáig bírja, úgyhogy én ezzel is teljesen elégedett vagyok, és biztos vagyok benne, hogy van még, amit kihagytam, hogy milyen előnye van, de én nem akarok senkit meggyőzni, tehát nem azt gondolom, hogy mindenkinek Kindle-en kell olvasni, csak azt gondolom, hogy ha például külföldön élsz, és magyar vagy, és szeretnél az adott nyelven olvasni, de nem tudod beszerezni a könyveket, mert nem szállítanak oda, vagy nagyon ritkán szállítanak, vagy drága a szállítás, akkor az e-book egy rettenetesen jó megoldás lehet, emellett jó lehet utazáshoz, bármihez, hogy ne kelljen sok könyvet cipelned magaddal. Úgyhogy én ezt kiegészítő opcióként használom, és tényleg azért használom az e-bookot, hogy a polcaim, amik tele vannak, ne teljenek meg még jobban. Úgyhogy a háttérvilágítás mellett a másik legnagyobb indokom és célom az az, hogy azért olvasok több e-bookot, mert sok olyan könyv van, ami nem igénylem, hogy fizikai példányban itt legyen nálam, például a Ready Player van, de már 6 millió éve el akarom olvasni, és így most lehetőségem van rá, anélkül, hogy meg kellene tartanom a könyvet, és tényleg teljesen csulik vagyok a helyekkel. Szeretnék majd egyszer egy nagyon jól beépített könyvespolcot ide végig, ami egységes, és ami tényleg így személyre van szabva, és nekem van készítve, hogy a legeslegtetején is legyen még egy szint, mert az még odaférne. Az nagyon-nagyon jó lenne, meg hogyha tudnám állítani a polcok méretét, mert ugye ez így nem annyira helytakarékos, simán mindegyikből le lehetne szedni egy kicsit, és akkor még több könyv ide férne. De egyébként is az a célom most már, hogy ekkora könyvtáram van, régen csak az volt a lényeg, hogy meglegyen ez a nagy könyvmennyiség, most már tényleg az a célom, hogy csak azok a könyvek legyenek itt, amik tényleg nagy érzelmi értékkel rendelkeznek számomra. És könyveket mindig fogok vásárolni, ezért kellett valamilyen opció, ami ezt kiegészíti, és ami helytakarékos számomra, mert ennél több helyet nem fogunk csinálni a könyveknek ebben a házban. És ugye tudjátok, hogy van ez a sokat emlegetett zsúrkocsim, amire pedig az olvasatlan könyveimet tettem. Na, ez eddig kint volt a nappaliban egy szekrény alsó részén, azt is kipakoltam, mert az kell másnak, és ezen a zsúrkocsin tárolom az olvasatlan könyveimet, és ennél többet nem szeretnék, hogy legyen itt. Úgyhogy emiatt váltottam az e-bookra, e-bookot senki nem fog ajándékozni a másiknak valószínűleg, úgyhogy ha valaki könyvet ajándékoz nekem, akkor az legyen meg fizikai példányként, egyébként meg a legtöbb könyvet e-bookként fogom olvasni. Persze, ez még mindig nem azt jelenti, hogy nem fogok több könyvet venni, megfogadni, mert de. Csak azt jelenti, hogy próbálok egy kis egyensúlyt teremteni, mert lehetnének zsúfoltabbak a polcaim, de minek. Jobban szeretem, amikor így szellősebben, de szépen néznek ki. És ezért nekem nagyon hasznos az e-book olvasó. Ez egy fejlődés, ez egy folyamat volt, ahova eljutottam,
és én nagyon sokáig tényleg Kindle ellenes is voltam, meg hogy milyen már az, hogy érintőképernyős, és akkor úgy olvasol, hát mi van, hogyha hozzáérsz, meg ilyesmi. Illetve hát nyilván az nehéz, hogy ezt így tartsod a levegőben. Mondjuk annyira ezzel a tokkal nem, de egyébként van olyan tok, ami így megtámasztja, mint egy tabletet, van olyan, hogy popszeketet raknak át ujjára, van olyan, hogy ilyen kis, nem tudom, akár gumit raknak, és akkor abba dugod be a kezed, szóval mindenhogy meg lehet oldani, de egyébként ez nem egy nehéz dolog, szóval nekem az nem annyira nehéz, hogy ezt így tartsam, tehát egy könyv nehezebb, vagy hogy lerakjam, és akkor úgy olvassam. Úgyhogy ezek a tapasztalataim, ez még mindig nem jelenti azt, hogy többet olvasok e-bookon, nagyon nem, viszont igyekszem havonta legalább egyszer használni az e-book olvasómat, és akkor egy kis balanszt teremteni. Jó, most ezeket a könyveket is próbálom nagyon-nagyon fogyasztani, amik itt vannak, és fizikai példány is olvasatlanok, hogy utána, amikor már felszabadult hely, akkor áttérek még jobban az e-bookra. Egyébként nekem a hangos könyv is sokat segít ebben, hogy olyan könyvek vannak, amiket egyébként én nem érnék el, főleg akkor veszek hangos könyvet, mondjuk most is van egy külföldi könyv, amit hangos könyvben hallgatok, mert nem járok olyan helyen, ahol ezt meg tudnám venni magamnak fizikai példányban. Érdekel, mert soha nem csináltam még szerintem az e-book olvasásról, főleg pozitív értelemben videót. Érdekel, hogy nektek mi a tapasztalatotok. Sok mindenkitől hallottam, amikor láttátok, hogy Kindle-em lett, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy megváltoztatta az életeteket. És érdekelne a ti szempontotok is, mert én azt gondolom, hogy alapvetően minden olvasó vonzódik a fizikai példányhoz, és nagyon érdekel, hogy ti miért váltottatok e-bookra, nektek is ezek voltak a pozitívumok, vagy van még valami, ami nagyon fontos, és mondjuk egy fizikai példány nem tudja. Én azt gondoltam, hogy mindenképpen érdemes megörökítenem azt az utat, hogy hogyan lettem sokkal elfogadóbb az e-book olvasók iránt, mint régebben, úgyhogy csak is ajánlani tudom, és tényleg az meg már egyéni válogatja, hogy milyen márkát preferáltok, most nekem ez nagyon bejött, úgyhogy ennyit szerettem volna igazából ebben a videóban elmondani. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!